Most visszatérünk több mint 2000 évet az időbe, és meg szeretnénk mutatni annak a vallásnak és kultúrának az eredeti környezetét és nyelvét, amiben később Európa népei becsatlakoztak. A következő sorokat Lukács könyvében találjuk. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Izaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Ruach Adonai Elohim alai, ya'an mashach Adonai oti, levasser anavim shelachani, lachavosh lenishverei lev, likro lishvuim dror, ולעשורים בכך כוח. לקרוא שנת רצון לאדוני, ויום נקם לאלוהינו. לנחם כל אבנים. Az egyik magyar fordítás szerint ezt így olvassuk. Az örökkévalónak, az én Uramnak lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakuknak szemük megnyílását, és szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az örökkévaló kedves esztendejét. רוח אדוני אלוהים עלי, יען משך אדוני אותי לבשר ענבים שלחני לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבויים דרור ולאסורים וכך כוח, לקרוא שנת רצון לאדוני ויום נקם אלוהינו לנחם כל אבלים. יסד ארץ על מכוניה, בתימות עולם ועד.